Nem váltják le Eszenyi Enikőt a Víg Színház éléről, ezt Tarlós István mondta híradóknak, arra a sajtóinformációra reagálva, mely szerint Rudolf Péter válthatja Eszenyit az igazgatói székben. Szerettük volna, ha Eszenyi Enikő reagál a hírre, ám írásos megkeresésünkre a Víg Színház az ügyben röviden csak annyit válaszolt, a főpolgármester mindent elmondott. Rudolf Péter pedig azt mondta, nem tud olyan okot, ami miatt Eszenyi Enikőnek távoznia kellene az igazgatói posztról. Menesztik Eszenyit, Rudolf Péter lesz az utódja. Ezzel a szalag címmel jelent meg ma a Bors című napilap. Azt írja az újság, a felszín alatt fornak az indulatok, és színházi körökben arról pusmognak, hogy Eszenyi Enikő, ahogy a lap fogalmazott, belebukik Marton László botrányába. A Bors információi szerint meg is van az utód Rudolf Péter személyében. Eszenyi Enikő igazgatói mandátuma hivatalosan 2020. június 20-áig szól, de ettől függetlenül bármikor felmondhat, és alapos indokkal a munkáltatója is leválthatja. Híradónk megkérdezte ez ügyben Tarlós Istvánt. Azt lehetett olvasni, hogy lehet, hogy menesztik Eszenyi Enikőt, és helyére Rudolf Péterül. Mit tud erről mondani, és mi a véleménye? Hát tekintettel arra, hogy ebben egyedül én dönthetek, nyugodjanak meg, és ne határozzák meg nekem az újságírók, hogy kiket küldünk el, és kiket nem. Őszintén megmondom, ha egyáltalán foglalkoztam volna azzal a gondolattal, hogy Eszenyi Enikőt elküldjük, ezek után már akkor se küldenénk el. Köszönöm szépen. Ezután kerestük Eszenyi Enikőt is, ám a Víg Színház egy rövid közleményben reagált, amelyben az áll, Tarlós István főpolgármester úr mindent elmondott. A másik érintett Rudolf Péter megdöbbent a hír hallatán. Szerintem nincs ügy, tehát nekem valójában nincs is miről beszélnem, a fenntartó mondatai rögtön mindent helyre tettek. Én semmi okot nem látok arra, én nem tudok semmiről, amiatt az Enikőnek le kéne mondani, és az ilyen irányú szándékáról sem tudok, hogy az én nevemet ki és miért dobta be, azt csak ő tudja megmondani. Feszbaum Béla, a Víg Színház színművésze híradónak azt mondta, a társulat mindenféle hírek ellenére teszi a dolgát, és az előadásokra koncentrál, arra, hogy minden este teltházas előadásokkal nézzenek farkas szemet. Természetesen beszélünk róla, tehát mint ahogy egy családban vannak ügyek, nyilvánvalóan ezt is megbeszéli egy színház közössége egymással, amennyire teheti, de tényleg annyira sok a munka, és tényleg annyira sok a feladat, és hál' Istennek jó feladat, hogy elsősorban tényleg azokra koncentrálunk. A színművész azt is hozzátettem, ez a pletyka nem gondolja, hogy különösebben borzolná a színház falain belül a kedélyeket.